Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Csekelyé Szabolcs, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Témánk pedig a könyvek, az irodalom, a költészet, a versek, a regények, hiszen nagyon-nagyon fontos, és egy olyan életút hű lenyomatai ezek a kötetek, amelyekről majd beszélni fogunk, ami azt hiszem, hogy példaértékű, főleg egy olyan embernek, aki, ha úgy tetszik, nagyon korán kezdte, de aztán az eszmélés pillanatai után el kellett tennie néhány évtizednek ahhoz, hogy aztán kötetekké varázsolja a gondolatait. No, kezdjük talán az elején, hiszen aki az irodalom iránt elköteleződött és kellőképpen figyelmet fordít erre, az tudja, hogy nagyon nehéz pillanatokat él meg egy fiatal, főleg Magyarországon, ahol rendkívül sok a tehetség, mire nyilvánosságra kerülnek az ő leírt gondolatai. Ugye az ELTE-re jártál, ami azt jelenti, hogy ha valaki az Eötvös Loránd Tudományegyetemet választja, és ráadásul humán szakon, az bizonyos, hogy már van a könyvekről véleménye, van előélete. Nálad ez hogy történt? Érdekes módon még kisiskolás koromban történt az, hogy Ézsül a puszták népét kaptam jutalom könyvként, hát a lőtéri iskolai tanítomtól, és miközben pusztai származású volt véres gyerekek voltak az osztálytársaim. És még humorizált is vele a másik tanár úr, ez volt a neve, hogy olvass fel belőle egy részletet, fiam, a puszták gyerekeinek a puszták népéből. Ez akkor már úgy érdekességként valahogy feltűnt nekem, hogy a könyveknek milyen különleges hatása lehet. Az általános iskola felső tagozatán, a gyárvásárlási iskolában nagyon jó irodalomtanárnőm volt. Később kolléga is lett egy felnőtt oktatási intézményben egy ideig. Annak ellenére, hogy ezek a munkaszámozási osztálytársaim, mert gyárvási iskola volt, a kötelező olvasmányokkal rugdalóztak, fociztak inkább a folyosón, és engem aféle könyvmolynak tekintettek. Én beléptem az irodalom szakkörbe, és hát akkor még inkább kezdtem meg szeretni az olvasást. Sajnos nálunk kevés könyv volt, mert elég szegényesen éltünk, hiszen deklasszálódott családból származtam, kiskereskedő, illetve vendéglős volt édesapám, megvonták az iparengedélyt, családtávolabbi tagjaitnak a tulajdonát is államosították, őneki felajánlották, mint gyári csoportvezetőnek a párttagságát, ő ezt nem fogadta el, mondván, hogy ezt látta a Szovjetunióban is, mikor ott volt a Doni hadsereggel, hogy hova vezet, és addig tart az ilyen közösködés, főleg ha erőszakolják, mint a pünkösdi királyság, amíg van mit elvenni. Na ez volt az otthoni indítatás egyrészt, ami egy saját, ha később az iskolai másik neveléssel, a hivatalos neveléssel egyre jobban összeütközött, és talán a könyvek közötti válogatásokat is, így válogatásokat is kicsit befolyásolta. És hát orvosnak készültem eredetileg. Matematikából viszont nem voltam elég jó, így utolsó pillanatban eltántorodtam, de a másik hát szándékom, eleve szinte sugallatom az, hogy én író leszek. Érettségi után előfelvételit nyertem az ELTE magyar történelem szakára, és a vasúton dolgoztam egy évet, vasúti segédtisztként, és ezt arra használtam az egyetemi előkészítőre járás mellett, hogy megírtam egy kis regényt. No, ez nagyon érdekes, ha valaki már úgy megy felvételizni magyar történelem szakra, ráadásul, hogy ott van a zsebében, ott van előtte egy olyan kis regény. Miről szólt ez? Ez akár családi dolgainkról szólt, nagyanyámról, apámról, mondjuk ilyet nem érintettem benne, hogy ő a felkínált pártagság helyett, miután le is váltották, a szívlapátot választotta, hosszú ideig ez volt a fő megélhetési formája, egy segédmunkás lett csak, miközben uraszták azért, hogy ugye a régi dolgok miatt van, aki szánalomból van, aki tiszteletből van, aki gúnyból, amit a fia is majd később élvezhet. Hát valahogy úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kell örökíteni, mielőtt a családból kiszakadok.
És ezzel a családi kisregénnyel jelentkeztem valóban a felvételire, és ott Cinemiáj professzor meg is kérdezte, hogy van-e valami elképzelése mégis, mondtam, hogy író szeretnék lenni. Hát ez eléggé feltűnő volt, bizonyítani kellett, az ELTE 5-ös kollégiumának alkotókörébe bekerültem, és ott aztán ennek eléggé híre ment, sőt, az egyik folyóiratban közöltek volna vele a részleteket, ha az 56-os részleteket, gyerekkori élményemet kihagyom, mondván, az csak a párt ítéleti meg. Nos, én ezen a nyílt cenzúrán annyira felháborodtam, hogy nem egyeztem bele. Később az alkotókörből is kiléptem. És ez hosszú-hosszú évekig tartott. Hiszen tanárként, pedagógusként nyilvánvaló, hogy az akkori időszakban nem volt arra lehetőség, bár itt a visszatekintésben nagyon is jól tudjuk majd, hogy mi minden történt, de ugye Győrben tanítottál, tanfelügyelő lettél. Én azt gondolom, hogy egy olyan családból származó fiatalnak nagyon oda kell figyelnie, hogy megmaradjon a jövője. Hogy érintett az az időszak, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az 56-os időszak után a Kádár korszakban a gulyás kommunizmusig azért elég nehéz volt a helyzet, a pedagógusok helyzete mindenképpen. Igen, de hát ez adta magát, hogy ha már nem megyek orvosira, akkor magyar történelemszakra nem volt valami nagy tolongás, jeles érettségim volt. Ráadásul adtak Kodi atyának megfelelően egy kis megbízó levelet is, ami aztán ugye a gyeregényem hősének is eléggé behatárolja később az életét. Hát én gyerekként már túl korán megértem ezeket a rendszerváltásokat. Idősebbként pedig a későbbit is, ugye a legutolsót is. Mivel, hogy édesapám abban bizott, ő neki gratuláltak is 56-ban, hogy na ugye, hogy tényleg igaza lett, hogy hiába vitt el az ÁVO, ez csak egy pünkösdi királyság. Aztán véget értek az 56-os napok, dicső napok, ugye, és bizony gyárvasi iskolában olyan nevelést kaptam, hogy mert tudatosították, hogy osztályidegen számolású vagyok, örüljek, hogy munkás gyerek között vagyok, hogy a nép pénzén tanítatnak. Ez az ország a mi országunk, mint a regényem egyik fejezetének is ez a címe, mi országunk egybeírva, hibásan ugye idézve Adit, és én itt legfeljebb megtűrt lehetek, vagy ha alkalmazkodhatok, akkor alkalmazkodni fogok, akkor esetleg tovább mehetek. Ez is sugallta egyébként a regényemnek ezt a sajátos színválasztását, hogy a főhős és az apja ne tovább, de a főhős élete mindig a de továbbokról szól, mert mint egy modern Candid, nagyon szerettem, volt én nekem a művét, próbál optimista lenni, és ugye nem a Pangloss mesternek mondja, hogy menjünk tovább, mert ez nem a világok legjobbika, de hát ha a következő az. Hát annak a Kádár korszaknak az elejének, utána ugye az enyhülésnek az időszaka az eleje után némi illúziókat adott azért, hogy talán bele való, lehet szólni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy egy rátermett tehetséges fiatal számára de rendkívüli nehézségeket okoz azok a pillanatok, amikor tudja, hogy sokkal több van benne, és mégiscsak, az, ha úgy tetszik, az asztalfióknak írhat. Volt kitörési lehetőség időközben? Vagy kísérleteim voltak. Csak kísérleteim voltak. Gyakorlatilag utána írtam egy másik kisregényt is, már kezdőtanárként, azt már Győrben, az 5-ös kollégiumbeli egyetemi élményeimről egy szerelmes regény történetbe fogalmazva. Az is fennakadt a burkolt cenzúrán, a szerkesztői öncenzúrán, ami majdnem még az állásomat is veszélyeztette, hogy írhatok ilyen furcsán hát a közállapotokról, még hogyha azok a korábbiak is egy kicsit. Tekintve, hogy az egyik szobatársam egy svéd idősebb tanár, aki végül is ott volt az egyetemen, egy darabig vendégtanárként szobatársam volt, az azt jósolta, hogy ő nem marad itt már sokáig, mert itt is majd csak a pénz lesz a fontos, és az egyéni érdekek lesznek a fontosak. És akkor itt ugye már aztán tapasztaltam azt, hogy valószínűleg ez is a szerkesztőnek szemet szúrhatott, hogy tehetek ilyen jóslatot. Tehát az is íróasztalfiókban maradt. Verseket közben írogattam, de én prózaírónak készültem.
a vers iránti affinitásom hirtelen robbant ki később. Volt, aki biztatott, aki melletted állt? Aki azt mondta, hogy nyugalom, előbb-utóbb megkapod a lehetőséget is, nem? Inkább furcsálották, hogy miért nem elégszem meg az elért eredményekkel, hogy végül pedagógus lehettem segédmunkás családból, hogy végül sikerült, ha más nem egy OTP öröklakást szerezni, elindulhatott az életem, sőt nevelőtanárból végül taníthattam, és még megyei általános tanulmányi felügyelő is lettem. Ott inkább azt mondták, hogy ha elszóltam magamat, hogy ezek nem komoly dolgok. Komoly ember nem foglalkozik irodalommal. A családban más volt a helyzet, mert ugye szerettek olvasni a testvéreim, de hát ugye ezért ez meghatározza, hogy otthon nem sok könyvünk volt, kötelező olvasmányok voltak inkább. Egy kicsit furcsálották, de elfogadták tőlem, hogy próbálkoztam ezzel, de mondták, hogy na ugye ebből nem lesz semmi. Ennek tükrében a rendszerváltás az bizakodással töltött el? Tehát gondoltad, hogy megnyílik az út, amelyet már ott végig tapostál tulajdonképpen, és csak egy ajtót kellett kinyitni? Hát a regényemet valaki a nehezebb részt is vállalja, és próbálja egybe olvasni, hogy utána megnézze, hogy kapcsolódik eleje és vége is egymáshoz, vagy netán a társadalomfilozófiai gondolatok sem riasztják el. Akkor abból, mint a főhősömnek, illetve az indítatású tulajdonképpen. A főhősöm ugye valahogy inkább az volt, hogy nem tűnt lehetségesnek a hirtelen rendszerváltás, gyökeres rendszerváltás. Ebbe belejátszottak a reformkommunizmusnak olyan előszele is, hogy új reform, vegyünk hát többet nyugatról, és aminek én szenvedő részes is voltam, mert mindig tanítottam is, de mint tanügyet irányító megyei ember egyben irányítója is voltam. Tehát úgy tűnt, hogy reformok alapján megjavítható a társadalom. Igen, ezek egyébként majd a később bemutatandó könyvben szerepelnek, ha nem is részletességgel, de egészen azt az írói vénát mutatják meg, ami már akkor is létezett nyilvánvaló. Beszéljünk az új Gilgamesről, hiszen Gilgames, én azt gondolom, hogy mindenkinek van Gilgamese, vagy legalábbis olyan élményei, és ez ugye 2008-ban jelent meg, azt hiszem, hogy ez már egy nagyon fontos lépcső volt a szerzői pályafutásodban. Nyugdíj felé készülődve, mikor többször próbálkoztam versírással, aztán félretettem korábbi verseimet, vagy a család részére feleségemnek írtam, mutattam meg legfeljebb. Valahogy elolakult rajtam az az érzés, hogy hát most mi lesz, ugye az oktatásügyben sok mindennel foglalkozhattam, de mi lesz, ha nem taníthatok, nem adhatom tovább a tapasztalataimat, és érdekes módon akkor támadt az a sugallatom, szinte félálomszerű sugallat, hogy megálmodtam az új Gilgames, Gilgames álmod című kisöposzomnak az első pár sorát. És leültem, és mivel nagyon szerettem az ókori irodalmat is, szinte egy húzamba sikerült megírni ezt a kisöposzt. Persze nem egyszerűen csak folytatva a Gilgames eposzt, hanem az elején eleve hozzátéve egy fantázia részt, a ifjúkori utazását a hetet-hét mennyországba, ami a regényben végül is a globalizált Amerika lesz. Tehát ez egy áttörés volt. Igen, és én magam lepődtem meg legjobban, hogy ebből egy rímes, valójában a Gilgames eposzt sorait ketté törtem, és rímes formában írtam meg. És ami annak idején különösen foglalkoztatott még, az aggodalom a globalizáció ártalmaitól. Most már az elgépiesedés mellett, a technizálás mellett, ugye, az anyagiasságnak az előtérbe kerülése, az önzés, a határoknak nem a megszűnése, hanem a lerombolása. És hát így történt az, hogy Gilgames nevű hősöm a köztes létben elmeséli, hogy
hogy ide visszaszületett a rendszerváltó Magyarországra, és mint új Gilgames. Ennek a történetnek viszont van hozadéka is, hiszen a győri alkotókör, azt mondom a gyak, ami ugye Győr Vörös Marti Társasága, úgy tetszik, valamelyest, és az már meghoztak a következő lépcsőt, mert én azt gondolom, hogy itt lépcsőről lépcsőre haladtál, független attól, hogy már minden megvolt, és ez hozta az ártatlan aratást, ami már a verseket mutatja. Ezt megkaptad az ahhoz járó elismerést? Legalábbis a szerzőtársaktól, az alkotóktól, az alkotókör tagjaitól? Ugye a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség, aminek a szerzőgazdáját tömöríti a most már több mint 20 éves Győri Antológiának, mint egyébként Győrváros Művészeti Díjjal is kitüntettek nemrégen, abban sikerült becsöppennem. Ez egy teljesen civil kezdeményezés volt, elsősorban fiatal költők verseit jelentette meg, aztán kibővült olyan értelmiségiekkel, de később festőkkel, szobrászokkal is, fotóművészekkel is, nem csak költőkkel, írókkal az alkotó tábor, hogy mikor megjelent az eposzom, akkor örömmel vettek fel. És ez adott új, őt elismerték, bár sok mindent nem értettek meg belőle, főleg, hogy közéletiséget hogyan érinti ilyen szatirikus, fantasztikus módon ez az eposz. Máshol meghallottam nevesebb győri szerzőtől, aki nem antológiás, hogy hát ugyan már rímelni a mai posztmodern világba, vagy eposszal jelentkezni. Volt, aki írt is a Győri Szalomban, ez a Győri Megyei Könyvtárnak az internetes kulturális heti folyóirata, azt hiszem egyetlen az országban, és nagyon színes, sok lehetőséget ad ilyen szempontból a kulturális élet híreire, a közlésére, és ott bizony ez is elhangzott, hogy egyáltalán, tehát miért pont eposzra jelentkeztem. De akkor elővettem korábban itt verseimet, és az antológia körben tapasztaltak alapján ez lendületet adott ahhoz, hogy a lírában is jobban beleássam. Így van, és ha már líra, akkor itt van a kezemben, amit megmutatok a közönségnek is, a megtagadt nem lét. Nézd, a fát, levelek, ágak hisznek a gyökérigazságnak, de alázatos dacukat a csillagok és csillagos ég is megcsodálja. Bakonyi István a szentenciára írt néhány sort, a József Attila díjas irodalomtörténészünk. Ugye ez 8 év munkáját foglalja össze. Beszéljünk erről a kötetről, hiszen ez azt hiszem, hogy ez egy igazi csoda, ha úgy tetszik. Az előzménye még az, hogy az Áldatlan Aratás című kötetem az első verses kötetem, amit Pesten jelent már meg, és ennek meg az eposznak a kapcsán ismerkedtem meg Bakonyi Istvánnal és a Vörös Marti Társasággal, ami azért is vált lehetővé, mert én Fehérváron nősültem, és Arany János utcában most már több mint 40 éve kötődünk Arany János utcai lakáshoz. Tehát így félig meddig Fehérvár is voltam már. Sőt, korábban ha úgy tetszik, egészben. És hát végül is, amikor volt még egy érdekes dolog, itt Fehérváron ismerkedtem meg Jókai Annával egy könyv bemutatóján, az Éhes Élet, a Szent István Művészeti Díj bemutatóján. Kötetet cseréltünk, és ez az első verses kötetem valahogy érdemesnek találta arra, hogy véleményt írjon nekem róla, és biztosan. És megidézted ezt a pillanatot? Ez az Áldatlan Aratás, ez valójában ugyanazt a félelmet folytatja, kiútkeresést, ami istenkeresésbe torkollik, mint az eposz. Erről született már az eposzomról és erről a kötetről egy komolyabb tanulmány, G. Komorocki Emőke irodalomtörténész tollából, és ez jelent meg a Vár folyóiratban, és így kerültem a Várral, Bakonyi István keresztül, aki segítette megenni ezt az eszét, és a Vörös Marti Társaság kapcsolatban is lett, mert a Vörös Marti Társaságnak is a tagja. Ott kaptam további lendületet, mert a Vörös Marti Társaság az egy fantasztikus társaság. Szóval azért
közelebb áll az eleven élő magyar irodalomhoz, mint a győri irodalmi közélet. Remek csapat. És ennek tanújele, azt hiszem, hogy ebben nagyon sok minden ebben a kötetben ajánlom az olvasóknak is, viszont akkor halljunk tőled is. Ez úgy éreztem, hogy Fehérvár további segítséget fog nyújtani ilyen szempontból, és bocsánat, hálát éreztem rögtön fehérvári közéletnek, irodalmároknak, és Fehérvárt újra felfedeztem, egyre inkább úgy, hogy Mákon nyugdíjasként is, a velencei nyaralunkba is gyakran leköltöztünk, és Fehérvárral is családi kapcsolatokat jobban tudtam tartani. Ebből született a Zarándok ének Székesfehérvárhoz a 2013-as Szent István emlékévre írott Zarándok énekem, ahol szinte fertőtt belőle Fehérvárnak ez a varázsa, Arany János utca és környéke, ahol a Nejemék házának az udvarával határos volt a hajdani Petőfi ház, ahol Petőfi ugye Fehérvárnak tartozkodott. A konyhaablakunkból a Pelikán udvarra látunk. Tehát Arany János Petőfi utca közé van véve ez. És Fehérvár varázsa, amellett, hogy én Győrnek is nagyon szeretem műemlékváros és kulturális értékeit, ebben a versben tört fel. Kőbeszintezett templomról szirmok, első hitvallók fészekalja, kitárt toronykarokkal védi nagyra nőtt utód bazilika, Allahot előző Szent Anna kápolnája, gótika gyöngye, félhód felett kettős kereszt, teli hód sem győzheti már le. Arany János Petőfi utcák, magyar szó bölcsős Pelikánház, Kossuth utca átoldalán Vörös Marti emlékét óvják. Kármelita templom, kolostor, róla híresült évfordulón Sándor a szállásáról látta. Apostol király szobrát óvja, juharlevelű őspatánfa, Árpádházi királylánytábla, letarolt magyar Partenon, és a kerubszárnyas szarkofág kezdet idéző karizmája. Jövőt, gyökérzők egy helyek, sugározzatok erőt mába. Talán egy kis is hozzá erőt ehhez, hogy időközben volt szerencsém megismerkedni Fehérvári püspök úr, Spányék Antallal. És ő is a kötetemet, mint új útkereső, de sajátosan istenkereső kötetet is értékelte, és ez még inkább fordított Fehérvár értékeinek, szakrális tettem értékeinek a felfedezéséhez. Talán legösszefogóbban a Hajnali Kánon című Fehérvár töredékes alcímű versben sikerült érzékeltetem sokrétű kötődésemet Fehérvárhoz. Malaclopóval a nyakában, udvarunkon keresztül lábbal, nyurga árnyék lobogó hajjal, kenyérmorzsával, verskatattal, terhes zsebekkel. Tanácstalan, nagy szeme lángol, nincs maradása, Petőfi papban csak neve számít. Honfitárs, ide hogy kerültem? A játékszínbe várnak engem, ha átsegít ezen a kerten és visszaadja jó pipámat, vélhetném fura szomszédságát Tália újabb mókájának. Bim-bam és klinklang, Hajnali Kánon kongat királyi köveket. Szemben a régi teátromnál a László nevű Váras Zsoltvár, feddőszava dörmögő Zsoltár, öreg csont, most már darvadozzál vissza a mába. Igen, azt hiszem, hogy sokat mondó gondolatsor mindenféle értelemben és módon. És talán akkor még egy rövidet, a Máriás című verset, a fehérvári hangulathoz. Tekintve, hogy ugye ez a családi kötődésű ház, tehát még ma is élő anyósom, illetve hát feleségemnek is részben a tulajdon, a második otthonunk ilyen szempontból, hát a történelmi a Dóm utcájában van. A Máriás című versre az Arany János utca adta az ihletet. Tikkad az aszfalt, bazalt kőköz, megperzselődnek a falak.
királyi város Török Marta emlékei közt fulladozva. Magányos harcos, hőség fogja. Datola Szent Anna kápolna, s Máriás fény hull panelokra. Szinte kegyelmi állapot, kondul a nagy templom harangja. Vigasztalásod szívem ígér már, hozz enyhet lelkünkre, Fehérvár. Tehát ez tényleg kegyelmi állapotban született vers, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy sikerült ezt kiadni. Annál is inkább, mert hogy nincs világ következmények nélkül, és ennek a következő kötet a példája, ami nem más, mint a Zuhanás, ezt is szeretném megmutatni. Mégpedig azért, mert itt én nagyon sokat egyrészt elolvastam természetesen, másrészt pedig azért megnéztem, hogy miként vélekednek róla, és itt idéznék, hogy ezúttal prózával jelent meg a közönség előtt egy nem mindennapi izgalmas, különös felkavaró regénnyel, lirai arszpoetikájához jelet hagyni a jeltelenedőről, hű maradva éber álomban, álom éberen szövi fejben regénye, öniróniától sem mentes, nem ritkán líraisággal is átitatott vásznak. Azt hiszem, ebben nagyon-nagyon sok minden benne van. Ez a Zuhanás és a Beszélő nevű Ne tovább hősei, az apa és a fia lelki világába bújva. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kötet, amit leginkább, aki egy kicsit figyel a mára, és kicsit figyel a múltjára, el kell, hogy olvasson. Beszéljünk a megszületés körülményeiről, hiszen ez egy nagyon fontos pillanat. Nem tudtam befejezni. Írtam az előző két kisregény folytatásaként, elkezdtem írni ezt a regényt. Nem tudtam befejezni, csak megemlítettem Jókai Annának, és mondta, hogy mindenhogyan fejezzem be. És így neki is köszönhető, hogy újra nekiálltam, és akkor jöttem rá, hogy végeredményben úgy értem az életemet, mint egy regényt. Ugye van olyan irodalmár is, aki szerint az élet egy regény. Mindenki élete egy magát író regény. Sőt, a legújabb irodalmi felfogások szerint is nem számítanak korstílusok. Igazán az se számít, hogy van egy nemzeti irodalom múltja, egy népnek nincs-e. Világirodalom nincs is egyesek szerint. A modern irodalom szerint a modern ember lelki világa határozza meg az irodalmi műnek a modernségét, a személyisége, a személyiségének a varázsa. Talán, bár ezekkel vitatkoznék, ezekkel a sarkított nézetekkel, mint volt irodalomtanár, de van benne valami, és egy kicsit ez is adta az ötletet ahhoz, mivel velem is történt egy komolyabb autó balesetemnek következtében, eléggé furcsa álmaim voltak később, hogy egy álomregényt írjak, amit aztán azért is neveztem el fejben regénynek, mert nem bíztam benne a korábbi prózérői kudarcaim alapján, hogy megjelenthethető lenne. Egyébként is arra biztattak, hogy költőként sikerült eredetibb képet bemutatni, eljutni a jeltelenről való jeladás lirai programjától, vagy attól, hogy az igaz nem mindig szép, de szép legyen mindig igaz, eljutni valahogy egy általánosabb arszpoetikához, ami a megtagadt nem létén az általad idézett szentenciája is kifejezi, mert végül is ma az az arszpoetikám, és a regény is ezt folytatja ilyen szempontból, hogy nem elég a hagyományok védelme, bár én felfedeztem ezeket a hagyományokat. Szerencsére irodalmi szempontból is, főleg itt Fehérváron keresztül, Fehérvár irodalmi életen keresztül, meg hát bekapcsolódottak ide határon túli irodalom napjai révén, ugye határon kívül magyar irodalom is bekapcsolódhatott. Nem elég csak a hagyományok védelme, a hagyományokat tudni kell úgy megőrizni, hogy megújítani. Tehát ez hagyomány, tehát a
Tehát újjáteremtő hagyományőrzés lenne ez valójában, amikor a régi határozza meg a jelent, de a jelen mondja meg, hogy a réginek milyen értékei, amik a modern kor számára is fontosabbak. Halljunk tehát ez példát. Volt az, és ez jutatott el oda, hogy még visszább is nyúltam családtörténelme kapcsán is a regényben. A kiadóm szerint ez történelmi regény is, nem csak családregény, nem csak karrierregény, egy korrajz, az utolsó világmegváltás, utolsó hivatalosan világmegváltásnak tartott program csúfos kudarcáról. Majd mondhatni azt is ugye az amerikanizált életformának a problémáiról is, hanem ez elkezdődik már a de tovább nevet kapott család révén 1848-al, amikor az egyik fiú Kossuth szabadságharcosként hal meg a nemesi családból, a másik fiú papnövendék akar lenni, később kénytelen családot alapít, hogy valamit mentsen, még a nemesi birtok elvesztése, jobbágy felszabadítás, polgárosodás elkezdése után még a régi hát örökségből, és már az unoka az már a polgárosodást választaná a magánutat, tehát a magánvállalkozást, amit úgy is tűnik, hogy talán lehet bőle valami, de aztán kiderül, hogy a kisember mindig, mintha valami mesebeli leviatán játszadozna vele, mindig ráfizet ilyen szempontból, tehát valójában minden földinek ígért világ megváltásról kiderült, hogy hát több benne a szó, mint a nyereség. No, és így tart ez egészen a 20. század végéig, sőt még egy kicsit tovább is. A központi témája tulajdonképpen, hogy a földi világ megváltás kérdése. Halljunk egy részletet. És ebben való, kicsit ebben való csalódást is fejezi ki itt a fülszöveg is, hogy mindig csak a furfangosok változnak meg, úgy tűnik, és ez egy látelet is akar lenni, hogy beszélő nevű hősök lelkivilágába öltözve az láteletet a rövid 20. század önállításai lélekpróbáló cseleiről, erőszakos jótakarásairól, egyetemes kudarcáról, önmagába zuhanásáról. Hát ezért is a címe a zuhanás. A regényből, a befejező feloldó részből olvasnék fel. A haldokló apost látogatják meg. Az apost beesett szemgödre, a szavai még mindig marnak, nem nagy ügy, a természet törvénye, semmi más. Minek a palláver? Az ember kiverekszi magát egy anyából, aztán meg beverekszi magát az anyaföldbe. Még egy borotválás. Hamvasztáshoz már halott mosdatás sem kell. Ezért fáradtatok ide. Szerencse, hogy a lánya nem hallja ezt a bucsút, anyjával összekapaszkodva a konyhában, a női terek alól semmi nem adhat felmentést. A méltóság teljes székesegyház két tornyát óvon kitárva magasodik a kőbe szintezett lóherét mintázó első templom maradványai fölé. Az egész ifjúkor megronta a látszólag közömbösen pámészkodót. A vihar első jelei gyülekeztek már a belváros felett, ahogy apósa felett is az örök emberi végzet fellegei. Történelmi nonsens, hogy 100 év sem kell a világrengető színjáték kifulladásához. Fúrás, faragás, marad a forgács. Még csak tüzet sem fog. Menet közben elázott a letagadott könnyektől. De legalább itt ez a kozmikus csend, mint valami irgalmas felajánlkozás az önkéntelen megnyilatkozásra. Mikor is jont legutoljára? A fülke ajtaján felirat. Püspök úr hétfőn gyontat szokásos időben. Még azután is ezen törődött a zarándok. Szokatlan időkben is szokásosan. Farmenadrágos, de papigalléros meglett férfi szólította meg. Csak nem Tarzisból jött idegen. Annyira leírt talán rólam, bár nem Jónásnak hívnak. Mintha inkább visszatérő lenne,
egy vonakodó útkereső. Igen, a kegyelmet keresen. Szóltan lépdeltek egymás mellett alkalmi félismerősként, bemutatkozás nélkül. Tényleg van az a gyóntatás? Van is, lesz is, nyújtotta az ismeretlen ismerős a kezét. Hétfőn, mint akárkit várjuk. Végre akárki lehetek? Áradt szét a szótlan derű egy lélekben. Hát a befejezés talán sugallja azt, hogy a főhősnek a ne tovább neve ellenére mindig mégis tovább kellett lépnie. Tehát van is, lesz is. És mindig valaki pluszt kellett, ahogy kérdezted is, bizonyítania, holott erre egyáltalán nem vágyott, szeretett volna ugyan lenni, mint akárki. Tehát vagy csak valaki. No. Köszönöm szépen, ezzel búcsúzunk. Van is, lesz is, és azt gondolom, hogy lesz jövő is. Bizakodó vagyok. Én azt gondolom, hogy ahogy ajánlottuk mindannyiunknak, hogy a Vörösmarty Társaság tagjaként további kötetekkel gazdagodhatunk részedről. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!